Anthony Quinn, Mádi Szabó Gábor. Kincses sziget az űrben. Rendezte Antonio Margheriti. Kettes pálya. Fogadjuk a leszállót. Szereplők. Itakonár Dulli, Mináróvics Péter. Philip Leroy, Gruber Hugo. David Wahlbeck, Fülöp Zsigmond. Klaus Lövics, Dózsa László. Idati Benedetto, Mányai Zsuzsa. Renato de Carmine, Csíkos Gábor. Giovanni Lombardo Radice, Csé Németh Lajos. Továbbá Beregi Péter, Bognár Zsolt, Melis Gábor, Úri István, Vas Gábor, Zágoni Zsolt, és Billy Bones szerepében Ernest Borgnine, Szabó Otto. A forgatókönyvet Robert Louis Stevenson a Kincses sziget című regénye nyomán Renato Castellani és Lucio De Caro írta. Fényképezte Sandro Messina. Zenéjét szerezte Gianfranco Plenizio. Kezésre az ellenőrző pulthoz fáradni. Kellemes itt tartózkodást. Rendezte Antonio Margheriti. Zárd be az ajtót és oldsd el a villanyt. Szedlete. Én nem bírom. Különös. Még soha nem találkoztam a halállal. És most egy azon napon ez már a második eset. És az első fájdalma még frissen élt bennem. Add ide. Gyorsan. A ládája. A kis lámpát. Segíts! Ó, a szkafandere. És a sisakja. Ne csinálj rendetlenséget. Lepleznem kellett izgalmamat a térkép iránt, amelyről Billy Bones beszélt. Már azért is, mert anyám legfőbb gondja az volt, hogy ne csináljak rendetlenséget. Csak annyit veszek ki, amennyiből a kárunk helyrehozható. Semmi többet. Hallod ezt? A vakember a lézerbottyával. Úgy látszik, megjöttek, akikről beszélt. De hát még nincsen 10 óra, csak 7. Korábban jöttek, bújjunk el. Csak egy plastikbábú vagyok. És elmondom most, hogy meghalok. A kazettában a titok, melyet hangommal felnyitok.
Legyetek véle boldogok, boldogok. Mi volt ez? Csak egy plasztik bábú vagyok, és elmondom most, hogy meghalok. A kazettában a titok, melyet hangommal felnyitok. Legyetek véle boldogok, boldogok. Siessünk. Mozogjatok, későbbre vár minket, gyerte, nyomás! Érzed a szagát? Igen, elvenem meg vissza. Rajta, fiú! Ezt nem hozza meg! Zárva van! Na és semmi probléma. Valaki már járt itt. Az anya és a kölyök. El nem mondt Mihálnak. Újabbak jönnének? Nem, ez a járőrszolgálat. Ki kéne kapcsolni a jelzőfényt? Ha a torony nem világítana, bizonyára leszállnának számon kérni. Itt várj meg! Hová még? Ha észrevesznek, elhurcolnak. Ne félj, bekapcsolom a riasztót és már jövök is vissza. A fenébe. Keressétek, idióták! Keressétek! Egy egyszerű papírdarab, minden írás nélkül. Nem áll rajta semmi, csak egy egyszerű papírdarab. A féle ősrégi papír. Jól van. Remélem felfigyelnek rá a járőrök. Riasztójelzések. És egy helikopter. Hívd őket. Őrjárat a bázisnak. Őrjárat a bázisnak. Jelentkezzék. Jelentkezzék. Az őrjárat! Nem válaszol. Ki érti ezt? Hívom tovább. Őrjárat a bázisnak. Leszállunk ellenőrzésre. Bázis, leszállunk ellenőrzésre. Nyújtipő, a helikopterhez! Várjatok!
Hé, várjatok meg! Mindent magukkal visznek. Most ki fogja kifizetni a kárunkat? Segítsetek! Jó, jó, ne ugrj! Add a kezed! Kapaszkodj! Húzd már fel! Mit művelsz? Kus! Húzd fel! Hé, kapcsolj rá! Kapcsolj rá! Itt őrjárat, utat helikopter. Körözünk, vagy leszállunk? Szálljunk csak le. Nem bírom! Segíts! Kezdjél meg! Hé, a botod! Nekünk már nem kell. Leszállunk. Remélem, nem késtünk el. Hát a vacsoráról igen. Ember még nem töltött el olyan irtózattal, mint ez a vakpia, ijesztő külsejével, hideg visszataszító hangjával. Vibráló botja, mintha a gonoszsága toldaléka lett volna. És most, még halála után is elborzadok, valahányszor rá gondolok. Sikerült az őrjáratot rávennem, hogy Livesi doktor házához vigyen. Köszönöm! Szívesen! A doktor mint egy apám volt beteg apám helyett. Már senkim sem volt, akihez fordulhattam volna. És azon a napon újabb sorsdöntő ismerettségre tettem szert. Ki az? Én vagyok, doktor úr, Jimmy! Gyere a hátsó ajtón, és ne félj a kutyától, csak ugat! Akkor találkoztam először Jonathan Trelawney lovaggal, Ravano grófjával, a dúsgazdag iparmágnással és mecénással. Magának fia van? Nem, ez a srác a Selinuntei bázisról való. Selinunte? Hogy került ide? Nem tudom, majd ő elmondja. Halljuk, hogy kerültél ide? Az égből pottyantál? Majdnem. Az őrjárat elhozott, mert Billy Bones halott, a többi elmenekült. Milyen többi? A kalózok. Feldúlták a házat, és a mama... Mi van vele? Jó van, de én nem bírtam otthon maradni. Nagyon fontos dolgot akartam elmondani. Jó, jó, csak lassan. Oké? Gyere be, és majd elbeszélgetünk. A barátunknak van valami mondani valója. Ne mocorogjon. Forduljon meg. Nos, minden a legnagyobb rendben. Felöltözhet. Az egyedüli baja, hogy túl gazdag. Mit ajánl rá? Maga elhiszi a fiú mesét a kalózokról? Hát mit mondjak? Elég hihetetlenül hangzik. De régóta ismerem a fiút. És még sose láttam ilyen izgatottnak. És magára is ráragad belőle valami. Na, megnyugodtál? Van még valami, amit el kell mondanom. Igen? Ki vele? Nagyon bizalmas. Menjek ki? Ne, dehogy is. Beszélj csak, Jimmy. Trelawney lovag az én jó öreg barátom. Az öreg az túlzás. A barát az stimmel. Ebben maradunk, oké? Mit akartál mondani? Nos, nálam van Billy Bones térképe. Amit a kalózok kerestek. Ha igaz, Flint kincseidek rejtek helyéről. Flint?
Azt mondtad Flint? Igen. Flint volt a legádázabb, legvérszomjasabb kalóz, akit a világ valaha ismert. Láthatnánk azt a térképet? Ó, igen. Tehát itt volt. Megtalálod, csak keresd kicsit lejjebb. Tessék! Ezen nincs semmi. Pedig ez az. A vak is azt mondta a többieknek, hogy egy papír keresenek, amin nincs semmi. Akkor ezt most megtaláltuk, barátom, mert üres. És ez vegyes érzelmekkel tűnik. Ez az, megvan! Vegytinta. A térkép vegytintával készült. Ez a mániájuk az űrben. A flottánál is ezzel operáltak. Vagy 20 féle változata van. Lovag! Gyere! Gyere! Ah. Az ördög innél. 2 órája hiába küszködök. Na szép. Egyszerűen nem reagál. Semmiféle savas vegyületre se reagensre, a legkülönbözőbb gázokra, ibolyán túli sugarakra. Szóval most itt állunk. Foszforeszkál. A biofény hatására. Világítást kapott. Merre van ez, doktor? Ez a bolygó a Lyra csillagképhez tartozik. Ha ez csak ugyan Flint térképe, a bolygó a féle kalóztanya. Nézze, a koordinátái a Lyra csillagképen belül. A beltenger partján van. Pontosan a Kalapács szírtnél. Itt mi áll? Ez a hely, ahol a zsákmányt, vagyis a kincseket elástam. Aláírás Flint. Várjon, ez itt mi? 3 nappal a nyári napi egyenlőség után. Egyszerűbb lett volna, hogy 3 nappal június 21-e után. Nem biztos, hogy ugyanakkor van napi egyenlőség itt is. Várjon. 10 földi perccel zenit után. Az déli 12:10. Nem, lovag. Nem biztos, hogy a nap ott is 24 óra. Lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb. Ki tudja? A Kalapács árnyéka. Nézzük nyugodtan. Jó, nézzük. Ha a Kalapács az árnyékával 10 perccel, nem, 3 nappal zenit után, akarom mondani, a júniusi napi egyenlőség után, azt Isten, halljuk nagyokos, hány napból áll akkor ott egy év? Konzultálnom kell a komputerizált csillagászati atlasszal, amit az űrhajókon használnak. Hát az nem lesz könnyű. Elfelejti, hogy 3 évig szolgáltam az űrflottánál. Mi van, Joyce? Egyetértek a lovaggal. Hogy? Joyce, ezt meg kell ünnepelnünk. Prima ötlet, Joyce. Hozzon pezsgőt. Tudja, hol van, ugye? Igen, uram. Jó. Vedd úgy, fiú, hogy mesés kincsekre leltünk. Igen. Még ha csak a fele igaz annak, amit beszélnek. Flint több aranyat és drága követ rabolt össze, mint azok együtt, akik az amerikai gályákat fosztogatták. Spanyolországi Erzsébet idejében. Nem angliai Erzsébetre gondolt? Egy kutya. A gályák viszont spanyolok voltak. Igaz? És fűszereket is szállítottak. Jaj, Istenem, lovag, ne szőrözzük. Nos, barátaim, ugyanez történt a világűr meghódítása után is. A kozmoszban minden szállítmányt, a betejgőz és a mizár közt megtámadtak. És Flint a bandájával hing! Na és a történelmi értékű kincsek? Röviddel a nagy atomháború előtt Anglia miniszterelnöke egy bolygóközi gyarmatra vitette a koronai ékszereket. Flint ezt is megkaparintotta, holott űrcsata hajón szállították. De nem hozott szerencsét neki. Valamilyen fertőzést kapott az űrben, és pár hét múlva meghalt. Szegény Flint! Szegény Flint! Tessék, a komputerizált atlasz. Már csak egy űrhajó hiányzik. Én majd veszek. Finanszírozom az egész expedíciót. Rendben? Aha. Hogy még nagyobb gazdagságra tegyen szert. Vagyomból sosem elég, igaz? Nem érdekel a vagyon, doktor. Mindössze egy kis mozgásra vágyom. Rendben, akkor gondoljuk át. Mindenek előtt
gondosan megválasztott legénységgel. Ó, persze, megbízható emberek, abszolút megbízhatóak. Hm. És mert elég kockázatos a dolog, titokban kell maradnia, szóval mindenki vigyázzon a szájára, maga különösen. Amennyiben ez egyáltalán elvárható magától. Mit akar ezzel mondani? A napi egyenlőség a 3H244-en, a hibiszkusz harmadik bolygóján, a hibiszkusz az ő napjuk. Nézzük csak, az itteni december 2-án áll be. Igen. Eszerint jövőre indulunk. Mi az, hogy jövőre? Miért nem idén decemberben? Hát már csak 38 napunk van addig, ami édeskevés egy űrhajó és a legénysége felhajtására. Azt mondja? Azt. A térkép. Jimmy! A térkép kéne. Tudjuk, hogy a térkép a tiéd. De nekünk adhatnád. Erős kísértést éreztem, hogy nemet mondjak, de nem volt hozzá bátorságom. Ezek minden nélkülem akarnak csinálni. Nézzük hát, mit tehetünk. Netán megegyezhetnénk. Nos, mit kérsz érte? Hogy vigyenek magukkal. Hát, legyen. Velünk jössz. De tudod, mi lehet egy magadfajta kisfiú egy űrhajón? Hajóinas. Joyce, Trelawney lovag android inasa vett szárnyai alá az első utamon a nagyvilágba, amely még az átalakulás stádiumában felemás képet nyújtott a hagyományos épületek előtt elsuhanó atommeghajtású szállítóeszközeivel és egyéb fantasztikumaival. Különös volt az együttlét egy androiddal, kivált kép akkoriban. De Joyce egy csodalény volt. Hallatlanul kifinomult. Trelawney lovag elektronikai üzemének produktuma volt, egy hatalmas létesítményé, amelynek fő profilja minden tevékenységre, de mindenek fölött a világűr meghódítására alkalmas szerkezetek kialakítása volt. Itt természetesen Joyce-nál jobb kísérőt nem is találhattam volna. Aki azt lehet mondani, eleven bizonyítéka volt az üzem eredményes munkásságának. Jimmy! Á, doktor úr! Jó reggelt! Joyce! Mikor indulunk? Kapaszkodj meg, még ma, a Hispaniolával. Hát akkor mégsem kell még egy évet várnunk. Nem. A lovag rövid idő alatt összehozott mindent, ami az úthoz szükséges. Beleértve az új vonalú űrruháját is. Így jó lesz, lovag? A szabója. Mindig bő.
akkora, mint egy ház. Na, de így viszont kényelmes. És ráncolódik a hónom alatt. Igen, de azon könnyen segíthetünk. Épp jókor jöttél, fiacskám. Innen beveszek kicsit. Jó, feltétlenül. Aztán majd ide is kell egy űrruha. Vegyem méretet, és háromra legyen kész. Háromra? Ma háromra? Hát, este indulunk. De úristen, már ma? Igen, hála hosszú John Silvernek. De hívjuk csak egyszerűen Silvernek. Csodálatos fickó. Egy toborzó ügynökségen találtam rá. Ő szedett össze mindent. Legénységet, felszerelést, élelmet, ami csak kell. Most rögtön meg kell ismerkedned vele. A kocsmájában találod meg itt közel. És onnan együtt jöhettek az űrrepülőtérre. Nem küldhetne érte valakit ez a Silver? Minek? Tanuljon önállóságot. Ha elkényeztetjük, sose lesz belőle űrhajó kapitány. Miss Burbage, Mr. Silver címét a fiatalembernek. Nem győztem kapkodni a fejem. Szinte beleszédültem a látványba. Az ezernyi szobor és emlékmű a maga méltóságában, mintha kihívóan dacolt volna az idő pusztításával. De rövidesen, különös, dekadens zene vetett véget elmélkedésemnek. Hát itt volnék. Silver kocsmájánál. Ezt meg a hátsó asztalhoz. Kapom már! Mindjárt. Azt mondtam neki, tök mindegy, csak hés, no, cínen, majd gyere vissza, ha megnőttél. Gyere, gyanyádhoz! Silver! Silver! Ha? Nosza, Silver! Ezt kóstold meg, pajtás! A végán újítottam, ez a dráknál is jobban megdolgozza a gyomrodat. Egy pillanat. Na. Ez neked erős. Várja. John! Ezt kóstold meg. Szokásos száma. John! Mr. Silver? Silver. Csak Silver. Vagy hosszú John. Ezen a bolygón már nincsenek urak. És? Te ki vagy? Ne mondd meg, ne mondd meg. Te vagy az új hajóinas, mi? Gyere az irodába. Aztán mondd csak, téged hogy hívnak? Jimmynek. Jimmy? Nos? Hogy tetszik a borozóm? Nagyon tetszik. Örülök. A fekete kutya. Mi? A fekete kutya. Egy gyilkos. Meg akarta ölni Billy Bones-t. Mit beszélsz? Milyen kutya? Ne hagyja megszokni! Kapja el! Elment és nem fizetett. Atta! Rendezte a számláját? Ki? Aki most ment el. Eredj, csíp nyakon! Nem fizetett, érted? Oké, főnök. Utálom a tisztességtelen embereket. Gyere!
Elég a kárálásból. Fogd be már a csőrött, te nagyra nőtt kanári. Hagyd békén, Molly. Ő az enyém. Néha már azt hiszem, jobb szereted őt, mint engem. Jól hiszed. Mi? Tréfáltam. Ki ez? Oh, Jimmy, a barátom. Ez meg Molly. A felesége. Molly, kérlek, nem hagynál magunkra. Vile, Jimmy, fiam. Hogy is mondtad? Ki az? Fekete, micsoda? Kutya. Kutya, igen. A lovag nem beszélt a kalózokról? Valamit említett valóban, de csak futólag, és én nem kérdezősködtem. Tudod, én nagyon diszkrét ember vagyok. Tehát egy kalóz nevet, és te felismerted egyből. Itt az én borozomban. Ilyesmije van anyámnak is. Innen az ember ismeretem. Ó, kollégák vagyunk. Fekete kutya. Láttam már máskor is. Egy vakemberrel. Pihával. Ő is kalóz volt. Csak volt? Meghalt. Meghalt. Hát ez megesik. Igaz, Polly? Együtt megyünk az űrhajóhoz. Igen. Akkor most megyek, elbúcsúzom az öreg lánytól. Nyugi, Polly, nyugi, ne balhíts. Molly! Molly! Mi kell? Légy szíves, készítsd össze a cuccomat. A cuccodat? Már megint elmégy. Nem is mondtad. Azt mondtam, készítsd össze. Jól menő csehút hagyok rád. Mától te vagy a főnök. De én veled akarok menni. Majd legközelebb. A nők, Jimmy. Ne kezdj velük, amíg nem muszáj. Tudod, Jimmy, már 5 éve itt testpedek. Ebben a csehóban. Halbűzben, főzdben, húspagácsák közt. Nem tudtam elcsípni. Kit? Azt a pofát, meglépett. Ha, persze. Molly? Igen, John? Vigyázz jól, Pollyra. Ismerős dallam. Tetszik? Ezt énekelt az egyik. Egyik? Miféle egyik? Az egyik kalóz. Még hogy kalóz. Ezt minden űrhajós énekli. 8 tag egy halott ládáján, jó-hó-hó, és egy hordónyi drák. Na most énekel vele. 8 tag egy... Ne ilyen báva tagon, figyelj rám. 8 tag egy halott ládáján... Na, figyelj még egyszer. 8 tag egy halott ládáján... Mit csinálsz a sok ember? Munkát keresnek. Fenn az űrben. 8 tag, 1 halott Mindent vár. Mindent elviszik? Kit felvisznek, kit nem. Kiszűrik azokat, akik csak utazgatni akarnak. Hogy jönnek erre rá? A kvalifikációból. Az mi? A képzettség, Jimmy. A képzettség. Ó, itt találkoztam a lovaggal. Beszédbe leegyedtünk, nagyon megtetszett, és elhatároztam, segítségére leszek. Azt mondta, hogy maga csodálatos ember. Csak ugyan. Na, ez itt, ez mindenhol mit? Tessék? A ruháid? Ó, a lovaktól kapok majd űrruhát. Űrruha? Harisnya, a sónadrág, pulóver, az kell neked, normális ruha. Van arra időnk? Még csak dél van. Pár perc a villamosvonaton, meg a föld alattin, és zup, már ott is vagyok. Hosszú John Silver meg fog ajándékozni. Gyere!
Itt volnánk, Jimmy. Róma, Nápoly. De sokat jártam erre. Nézze! Űrrepülőtér az öbölben. És ott a Vezúv. Miért szokott néha kitörni? Talán mondani akar valamit. Na, menjünk a piacra. Nápoly. Azon kevés városok egyike a földön, ahol még fellelhető egy letűnt kor kultusza. Tegyék szabaddá az utat San Gennaro körmenetéhez. De nem csak a kultusza. Kovaj! Gazember! Fogjad meg! Ha-ha-ha! Fogjad meg! Te rohadék! Kovaj! Fogjad meg! Cipő is kéne. Hányas a lábad? Hatos! Légy szíves! Tessék! Egy hatost. Magának? A kölyöknek. Hé, hey, hol vagy? Jimmy! Ez mi? Mimi. Ez? Vatta cukor. Ehetek? Egyé. Tegyék szabaddá az utat San Gennaro körmenetéhez. Két kredit? Annyi. Nézze! Tegyék szabaddá az utat San Gennaro körmenetéhez. A repülőőrjárat. Megkérdeztem hosszú Johnt, létezette már az ő gyerekkorában is ilyen vattacukor. Azt mondta, már a régi rómaiak is ismerték. Összevásárolt nekem mindent. Egy vagyont költött rám. Egy bőrönd is kéne. Minek? Van nekem. Nem. Ez nem elég nagy. Kérem szépen, volna egy... Parancsolj! Melyiket? Remek ízlésem van. Hé, hey, tolvaj! Fogják meg, rendőrség, fogják meg! Tetten értünk. Te utolsó! Állj meg. Legyen 20 kredit. Nem, szó sem lehet róla, nekem is többe van. Jó van, na, dupláját kérted az árának. Elég a siránkozásból, jól meg vagy fizetve. Tegyék szabaddá az utat San Gennaro körmenetére. Ezek az idegenek kifosztják az embert. Meddig lehet ez bírni? Állj meg! Tetten értünk, megvagy! Hé, hova? Ha találna valami ennél melegebben. Már is mutatom. És mibe kerül? 30 kredit. Van pénz? Van hát. Ez minden? Igen. Nézd meg jobban. Nézze, összesen csak 20, 21, 22-nk van. Jó, rendben van. Vigyék, de akkor nincs engedmény. Oké, vigyék. Rakd bele. Vigyék csak. Jól van. Na, gyerünk, nyisd ki. Könnyű és a meleg. Visel egészséggel. Mi ez? A körmenet. Gyere, nehogy elbolasszuk. Megnézzük. Há, gyere. San Gennaro megünneplés és egy olyan ősi szokás volt, amiről sose hallottam. Pedig ugyanazon a félszigeten éltem Selinuntéban, a templom körzetben. De a kozmikus tévé csak olyan programokat sugárzott, amelyek a világűr meghódítása utáni eseményekhez kapcsolódtak. Itt minden idegen volt számomra, de nagyon élveztem. Különösen egy olyan kísérővel, mint hosszú John Silver. Ő aztán kiismerte magát. Mintha a világ életében itt élt volna. Láttál már ilyet? Ez volna San Gennaro. Jimmy!
elveszítettem. Pedig hallottam, hogy szólongatott, és látott is, de eltűnt. Bocsánat, Mr. Silver! A mai napig sem értem, hogyan tudtuk így elveszíteni egymást hosszú John Silverrel. Uram, megmondaná, honnan indul a föld alatti Rómába? De hisz ott vagy, ez Róma Nápoly. Nem, az űrrepülőtérre. Ó, az egy másik vonal. Az állomás legfelül van, arra. Bocsásson meg, uram, de... Nincs pénzem, elvesztettem. Ki tudna segíteni? Ezt magának adnám. Vadonatúj, tessék, vigye! Bizonyára loptad. Úgy vigyázz, kölyök, hogy hívom az őrjáratot, és rács mögé kerülsz. Ne! És még koldulsz is. Hogy nem szégyelled magad? Nem vagyok tolvaj! Megmondom, mi van benne. Két alsónadrág, két pár zokni, két pulóver, négy trikó... Jól, jól van, ne folytasd. Hiszek neked. Tessék a jegyre, és jó utat. Köszönöm, uram! A kofferodat pedig megtarthatod. Nem is tudom, hogy köszönjem meg. Sehogy, fiacskám, hanem szedd a lábad, ha el akarod érni azt a föld alattit. Igen. Kölyök! Hé, hová rohansz? A lift ott van, azzal menj! Különben lekésed! Eltűnődtem a félelmetes véletlenen, hogy pénz nélkül maradtam, mert mindet odaadtam hosszú John Silvernek. Azért adtam oda, mert elkérte. Róma, Fiumicino tranzitállomás. Szíveskedjenek a váróterembe fáradni. Bocsánat, megtudhatnám, honnan indul a Hispaniola? 29-es kapu, arra. A 22-es járat érkezik a 18-as pályán. A Hispaniolához? Amint látod. Bőröndöd oda, és ott csekkolsz be. Hol, kérem? Itt jobbra. Köszönöm. Bocsánat, uram, itt kell becsekkolni. Szemben. Köszönöm. A Hispaniolához? Igen. Egy pillanat. A beszállókártya. Hogyan? Úgy-úgy. Az nekem nincs, de én vagyok ott a hajóinas. Be kell szállnom. Csak beszállókártyával. És hol adják? Az ellenőrző pultnál. Ott szemben. Köszönöm. Váradjanak a 17-es kapuhoz. Kérjük a Pacifik utasait, váradjanak a 17-es kapuhoz. Bocsánat! Tessék! Kaphatnék egy beszállókártyát? Sajnálom, késő, a kapu már zárva van. De hát... Gyere vissza! Ez csak a podgyászokhoz való!
figyelem. Egy kisfiú a Hispaniola csomagszállítójában. A Hispaniola legénységének. Álljanak készenlétben a csomagverem előtt. Álljanak készenlétben a csomagverem előtt. Segítség! Na, hát mégis. Álljanak készenlétben a csomagverem előtt. Ide ezzel a csomaggal! Mit szorgáztál ki, Silver? A hajóinasunkat. Ez se tudja még, hogy mibe mászott bele. Eredeti beszállás volt. Ne? Hát ez ő. A Hispaniola. Remek jószág. Már nem fiatal, de tele van kalandvágya. Magyar szöveg Kálmán Éva, szaktanácsadó Zsoldos Péter, hangmérnök Morassi László, rendezőasszisztens Lakos Éva, vágó Talpas Iván, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Tomasevics Zorka. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából, a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.